Köszöntöm a nézőket, Közélet közelről című műsorunkat látják. Szinte egymást érik a szabadtéri tüzek a nyári időszakban. A katasztrófavédelem vonulásainak jelentős részét ezek az esetek teszik ki. Csak két Tolna megyei példa, Dombóvár szomszédságában nemrég 700 négyzetméteren égett a gaz és a búzatarló, Szedres külterületén pedig 10 hektárnyi területen égett egy akácos erdő ajnövényzete. Mai műsorunkban a szabadtéri tüzekkel foglalkozunk. Főként vendégem itt a stúdióban Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, szervusz Krisztián! Az esetek hány százalékában vonultak a tűzoltók, illetve hát vonulnak a Tolna megyében a szabadtéri tűzesetekhez? Igen, ahogy említetted, ez folyamatosan vonulnak a tűzoltóink, tehát most ebben az évben eddig már 144 esetben kellett vonulni a Tolna megyei tűzoltónak ilyen jellegű káresetekhez, tehát a szabad történő káresetekhez. Itt ugye utcán közterületen is gyulladhat meg akár egy szemetes, ugye az utca közterületen akár beletartozik ebbe a talló, az a levágott füves területek, nyilván ipari létesítmények, szabadtéri, valamint hát a mezőgazdasági területek is természetesen ebbe beletartoznak. Ez a 144 eset összesen, most egyébként ugyanezt számunk, hogy 144 hektáron tomboltak a lángok, hogyha most ezt egy focipályát területében számoljuk át, ez nagyságrendileg 205 focipályának a területének felel meg, tehát nem kicsi területek lettek a lángok martalékává már. Itt csak július 2-a óta gyakorlatilag jóformán, ami az érintett területeket, a tűzzel érintett területeket jelenti, jóformán megduplázódott egyébként az esetek száma, tehát július 2-án jelentették be ugye az országos tűzjutási tilalmat. Melyek a leggyakoribb okok, és egyébként hogyan előzhetjük meg a bajt? Igen, itt megint csak az emberi felelőtlenség, amire visszavezethető ezeknek a tüzeknek a keletkezési oka. Itt a dohányzás van abszolút az első helyet, tehát itt a cigaretta az, ami a cigarettacsikk, az eldobott cigarettacsikk az, ami azonnal meg tudja gyakorlatilag gyújtani ezeket a száraz felületeket, valamint hát ugye egy fűszál vagy esetleg egy talló esetében pedig egy jól aprított anyagról is beszélhetünk, ugye az égéshez szükség van gyakorlatilag éghető anyagra. Szükség van egy gyulladási hőmérsékletre, valamint ugye a levegőben található oxigénre. Most ez az éghető anyag itt ilyenkor nyáron, az aszályos időszakban ki van száradva, egyébként is rendkívül apró, rendkívül vékony, tehát egy nagyon apró láng, egy szikra is elegendő ahhoz, hogy gyakorlatilag lángra robbanjon az adott akár tarló, vagy éppen egy búzatábla, és akkor az erdőklő, füves, fás, bokros területekről pedig nem is beszélve. Igen, egyébként a KRESZ külön szabályozza, hogy mit kell csinálni a csikkel és a hamuval. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogyha autóban közlekedünk, akkor tartsuk be a szabályokat. Igen, ezt nem győzünk most már először felhívni így a lakosok figyelmét, de nem is csak az autóra kell akár koncentrálódni, vagy koncentrálni, vagy fókuszálni esetben. Történhet ez gyakorlatilag gyalogosként, akár vagy biciklivel is közlekedhetünk egy bicikli úton, egy földúton, vagy akár az utcán, tehát nem kell messzire menni, csak a szomszédunk előtt tesszük meg ezt, hogy esetleg ezt a csikket így eldobjuk, már is ki fog gyulladni az előtte friss kaszált és kiszáradt például akár fű. Mindenképpen figyeljünk tehát, hogy megelőzzük a bajt. Igen, ez abszolút az első helyen van. Ugye az országos tűzjutási tilalom ugye kifejezetten most, amikkel foglalkozik, az az erdők, fásítások, valamint ugye azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanok, valamint ugye a közút, illetve vasútmenti ilyen fásításokban, bokroknál is tilos ugye tüzet gyújtani, ugye a pallag és a gazégetés is tiltott, valamint az erdőkben kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad most ilyen tevékenységet végeznünk. Aki esetleg ezt szeretné, ezt otthon megteheti még, belterületen, így, tehát saját családi ingatlanján belül ezt a kertjében el tudja intézni, nyilván a tűzgyújtásra ennek szabályait betartva, de ott tud grillezni egyet a családjával vagy a rokonaival. Igen, ugye a nyár kapcsán népszerűek a kerti sütögetések, grillezések. Érinti ezt a kört a tűzgyújtási tilalom? Ugye, ha megnézzük a katasztrófavédelem weboldalát, láthatjuk, hogy az ország térképe teljesen piros, mert hogy nem szabad égetni. Így van, ez ugye az országos tűzgyújtási tilalom, hogy az erdők és fásítások védelméről szól elsődlegesen,
de amint mondtam, ugye, hogyha van ilyen ingatlan, ami ezektől 200 méteres távolságra található külterületen, akkor nyilván ott ez megint csak tiltott. Tehát, hogyha van egy ilyen gyerektábor esetleg valahol az erdő mélyén, vagy az erdő szélén, ott megint csak el kell gondolkozni a pedagógusnak, hogy eszébe kell jusson, hogy meg kell szólaljon a csengő, hogy most hopp, ezt most itt nem szabad ezt a tevékenységet végezni. Ott van, ezt így belterületen, kertjeinkben meg tudjuk tenni, de tényleg abszolút fokozott figyelemmel legyünk el, és folyamatosan felügyeljük, tényleg végig legyen valaki a tűz mellett, hogyha azt irányítani kell, mert éppen elszabadulna, vagy tovább terjedne, akkor legyen ott egy ásólapát, amivel ezt így irányítani tudjuk. Nyilván el is kell, hogy azt oltsuk majd. A végén ehhez kell egy homok vagy egy vödörvíz is például abszolút megfelel. Ha a szél feltámad, megint csak kérdés nélkül gyakorlatilag vessünk véget ennek a tevékenységnek, illetve a teljesen a végeztével pedig fedjük le a parázsó vagy hamúvá vált részeket is. Hogyha elsőként érkezünk egy problémás területre, akkor először győződjünk meg arról, hogy valaki nem tartotta be a szabályt, vagy mindenekelőtt értesítsük az igazgatóságot, hogyha problémát észlelünk? Igen, ez is nagyon jó egyébként kérdés, vagy felvetés. Tehát nyilván ugye a 112 központi segélyhívó számot az bárki megteheti, hogy tárcsázza, és nyilván a lakosokat kérjük is arra, hogy ezt tegyék meg, amikor megbizonyosodnak arról a felül, hogy most ténylegesen effektíve felütöttek-e a lángok valahol, ténylegesen felcsaptak és veszélyeztetnek is kisebb területeket. Tehát ez jó, hogyha erre idő van, hogy meg tudjunk győződni arról, hogy igen, az a füst az tényleg lángol való égés is még tartalmaz, vagy takar mögötte, és nem a szomszéd mondjuk ott oltotta el a kisebb kis tüzét. Tehát akkor ebben az esetben tényleg azonnal hívjuk a 112-t, tehát ezt meg tudjuk tenni, és nyilván akkor a pontos helyel, a gyakorlatilag azzal, hogy mi az, ami veszélyeztet a tűz, pontosan mi ég, ezeket adjuk le, információval osszuk meg gyakorlatilag a művelet irányítása vagy a központtal, valamint hagyjunk egy elérhetőséget is, ez nagyon fontos minden esetben. Most nyilván főleg a tanyavilágra gondolok, ott ugye ezek nehezebben betájolható egységeket jelentenek, tehát nehezebben fognak, később fognak a beavatkozó tűzoltó egységek kiérni, tehát így is nyilván akkor így gyakorlatilag felfoghalmozódni, tehát növekedni fog gyakorlatilag a tűzzel érintett terület, és nyilván az anyagi kár is ilyen értelemben, vagy a környezetterhelés, ami meg ugye nagyon fontos most számunkra. Hogyha érkezik egy bejelentés a katasztrófavédelemhez, akkor a kollégák szinte elkezdik a versenyfutást az idővel? Igen, abszolút, hogy a Szombathelyre befutnak ezek a telefonok így a segélyhívón keresztül, utána pedig az egyes megyei műveletirányításnál fognak landolni, és ők pedig majd a megfelelő egységeket, ugye a riasztási fokozatot elrendelik. Ugye itt van 5 fokozat is, és ennek megfelelően majd a riasztott egységek számát is meghatározzák, és tudni fogják azt, hogy az adott működési területen melyik azok a tűzoltóparancsnokságok vagy tűzoltóságok, most beleértve nem csak a hivatásos egységeket, hanem az önkormányzati tűzoltóságokat is. Ugye itt a közelben egyébként Tolnán van például van egy Bátaszéken itt, hogyha még a megyébennél maradunk, valamint a másikban, tehát ezek voltak az önkormányzati tűzoltóságok, valamint még, hogyha van a közelben önkéntes tűzoltóegyesület is, itt például itt ugye FAD viszonylag, akik itt van a közelben, akkor még ugye őket is riasztják az adott területre, és akkor így kezdik meg a káresetnek a felszámolását. Ugye a szabadtéri tüzek szorosan kapcsolódnak a nyári forrósághoz. Most is a nyár egy ilyen időszakában vagyunk, nemrég egyébként ugye elrendelték a 3. fokú hőségriasztást. Ilyenkor, ahogy már említetted, egy apró szikra is elég. Igen, ez a legjobb szó, tényleg egy apró szikra. Tehát egy szó szerint egy villanás, egy szikra az, amire azonnal lángba fog robbantani akár több hektárnyi területet is. Adott esetben ez lehet egy még éppen aratás előtt álló például búza mező. Tehát nyilván ennek senki sem örül, hogyha ilyen formában esetleg megint csak úgy anyagi kár éri majd a gazdát, és nyilván ez egyéb kihatásokkal lesz majd ugye a társadalmat is nézzük. Persze, hogyha már a boltokban is elmegyünk, és ott kívánunk akár egy kiló kenyeret megvásárolni. Elég egy apró szikra, és utána a szárazság miatt van ez a mondás, hogy a hír futó tűzként terjed, gyakorlatilag akkor egy ilyen területen a lángok másodpercek alatt akár már több száz méterrel odébb is pusztítanak. Igen, és ugye ez is nagyon nehéz, tehát ezek nehéz, tehát a lokálisan is ezek a tüzek tudnak foltokban is jelentkezni, mondjuk egy olyan füves, fás vagy bokros területnél, ahol egy tőzöges talaj van például egy erdőben, ez megint csak problémát fog okozni, hogy ezeket a tűzzel érintett területeket az egységek, a tűzoltó egységek viszonylag gyorsan és hatékonyan meg tudják közelíteni, ugye gyakorlatilag hatalmas is maga a terület, nehezen megközelíthető, tehát a fecskendőkkel nem fognak tudni ezen a tőzöges talajon például közlekedni, vagy itt ezek nagyon szűk fák között sem.
sem, tehát itt ez problémát okoz. Ami megfigyelhető egyébként, amikor a mezőgazdaságot érintik ezek a tüzek, ott azért a gazdáknak, és egyébként ez Tónamegyére elmondható, hogy relatíve gyorsan szokott érkezni a segítség. Tehát mindenkinél ott van egy erőgép, egy földmunkagép, egy traktor, és szépen is segít gyakorlatilag körbetárcsázni az adott területet, ezt a tűzoltó egységekkel nagyon jól együtt szoktak működni, és ilyen télen is nagyon hamar és hatékonyan meg tudják gyakorlatilag, körül tudják határolni a tüzet, és onnantól kezdve pedig sokkal egyszerűbb lesz már majd lefeketíteni. Amikor megérkeznek a kollégáid egy ilyen helyszínre, ott is az a legelső, hogy húzzanak egy határt, hogy azon a vonalon ne terjedjenek tovább a lángok. Igen, nyilván ugye mindig van egy tűzoltásvezető, vagy egy műszaki, tehát egy kárhelyszín parancsok, úgyhogy most vagy műszaki mentés nyilván egy autóbalesetnél fog vezényelni, itt a szabadtéri tüzek vonatkozásában pedig ő lesz ugye a tűzoltás vezetője. Ő folyamat, tehát gyakorlatilag a felderítés az onnantól kezdve megindul, hogy megkezdik a vonulást, hogy a tűzoltószerek. Ebbe be tud segíteni egyébként a művelet irányítás is bent Szekszárdról a központból. Nyilván ő fölveszi a kapcsolatot adott esetben a bejelentővel, vagy éppen az érintett gazdával, hogyha mondjuk egy ilyen ipari létesítmény, vagy mezőgazdasági területről van szó, és minden olyan információt igyekszik begyűjteni, ami a majd a kiérkező egységek számára pedig hatékonyan tudnak segíteni. A tűzoltásvezető pedig folyamatosan, ahogy megérkezik, gyakorlatilag már távolból elkezdi a felderítés, ott már látni fogja azt, nagyságrendileg a füst az milyen irányban terjed tovább, nyilván a lángokat is fogja tudni ebből következtetni, meg fogja tudni határozni, hogy a tűzoltószerek azok hol álljanak, hová álljanak fel, vagy az, hogy esetleg még pluszban erősítésre van szükség, illetve erősítés alatt értem most akár ezt a földmunkagépeket is. Tehát mondom, hogy ebben nagyon jó egyébként az együttműködés, úgyhogy ezt ezután is köszönjük. Az említett 144 eset mennyire mondható extrémen soknak? Országos szinten lehet látni a számokat, tehát ahhoz képest, tudom, egy kicsi megye egyébként, azt ugye tudjuk így a területét illetően, tehát itt azért a 18 másik megyéhez képest egyébként jól állunk még így is, ezt kell, hogy mondjam, de ezzel senkit sem szeretném megnyugtatni, tehát ne legyen senkinek kétséget, tényleg, ahogy beszéltünk is a futótűzről, egy pillanat alatt tud tovább terjedni, tehát a dohányzásra sokszor nyomatikusan fel fogom hívni mindenki figyelmét, ami lehet, hogy fárasztó lesz, de ez az egyedüli módja, ez a leghatékonyabb módja, hogy gyakorlatilag ezeknek a kialakulását segítsük. Egyébként tavalyi hasonló időszak, tehát ezt a tegnapi nappal húztam le egy rövidebb összesítés, 116 esetben kellett tavaly gyakorlatilag, mi volt most július 19-ig vonulni a hasonló tűzesetekhez, akkor a 112 hektárnyi terület esett ugye lángok martalékává, tehát valamennyivel kevesebb egyébként. Nyilván itt az időjárás, tehát erre nincs egy általános képlet, de látjuk azt, hogy most ez nem nekünk kedvez, száraz a szájas időszak, következik a csapadékot most nem is nagyon jeleztek előre így a hétre sem. Itt van a hőségriadó, úgyhogy mindenki legyen figyelemmel. Igyekszünk ezt az üzenetet eljuttatni. A további témája a mai műsorunknak a lakástűz, illetve hát a lakástűzekkel kapcsolatos esetek. Ilyenekből is sokhoz vonulnak aránylag a katasztrófavédelem munkatársai? Igen, itt már 4000 fölött jár egyébként az országos esetek száma, tehát azért ez nem kevés. Itt a megyékben 65 ilyen esetet számolhatunk meg, így gyakorlatilag ezt ugye június végével, tehát az első fél évre vonatkozóan néztem meg ezt a statisztikát. Ez a 65 eset sem kevés, hogy ezek ténylegesen beavatkozást igénylő káresetek voltak, ami azt jelenti, hogy ebben nincsen benne a téves riasztások, itt minden egyes esetben be kellett avatkoznia ugye azért kiérkező tűzoltóegységeknek. 189 tűzoltószert kellett riasztani ezekhez az eseteknek a felszámolásához, az sem kevés, valamint majdnem 1300 négyzetméternyi terület az, ami gyakorlatilag így elégett. Tehát az, hogyha most egy ilyen korábbi kockaházat nézünk, az gyakorlatilag szűken 1300 négyzetméteres házterületének felel meg, nem kevés. Igyekszünk egyébként folyamatosan, és itt a jó voltatokban is folyamatosan felhívni a lakosok figyelmét, hogy itt is a megelőzés, mint olyan az igenis lehetséges és egy járható út. Itt egy füstérzékelő az, amivel ezeknek az esetnek a számát, ha nem is feltétlenül csökkenteni tudjuk, de az anyagi kárt azt mindenképpen, tehát számokból kifejezhetően tényleg effektíve sokkal hamarabb fog, tehát sikerül majd felszámolni ezeket a káreseteket, és tudjuk csökkenteni majd a később a felújításra gyakorlatilag szállandó összegeket. Lakástüzekkel kapcsolatban melyek a legfőbb okok? Hát itt nagyon széles a paletta. Most nyilván ugye egy téli időszakot figyelembe véve itt most a kéménytüzek is még ezt a számot még ugye jelentősen meg tudják növelni, de akár egy elektromos tűz, akár megint csak egy nyílt láng használata az, ami gyakorlatilag figyelmem
kívül lett hagyva, akár a konyhai munkátokat értem ez alatt, a sütés-főzés, és hát nem kell messzire menni, ugye március 13-án, valami 17-én, lehet, hogy még emlékeznek, hát itt többen, sajnos megyénben is volt két olyan lakástűz, ahol két idős ember esett ennek az áldozatául. Az egyik esetben ott a Szekszárdon, a Remete utcában egy idős férfi az, aki gyakorlatilag átnyúlt így a tűzhely felett és rángra kapott a felső ruházata, és sajnos ugyanígy járt Mőcsin Palatinca településen egy idős hölgy. Őt egyébként mindketten 80 év felett jártak, tehát itt is abszolút itt közeledik abból, hogy nyilván bizonyos életkor felett már a cselekvő képességünk is, mozgékonyságunk az is, tehát ahogy majd némi kívánivalót maga után, tehát nyilván az idő ez vasfog, az mindenki meglátszik, és már sokkal később fogjuk tudni sajnos a saját mentésünket is véghez vinni. A füstérzékelők beszerzése jó ötlet. Abszolút, abszolút jó ötlet, ezt folyamatosan támogatjuk. Nyilván a téli időszakban ezek folyamatosan még inkább előtérbe kerülnek, ugye a tüzelés, a fűtőberendezések miatt, de ilyenkor nyáron ugyanúgy segítségre lehet. Hogyha valaki éppen kiszalad, és nem tudom én, a vakációról otthon maradt gyerekként az udvaron valami rosszat tett, és most csak azt halljuk, és hozzásietünk ki, miközben benn marad éppen a tűzhelyen az adott olaj, vagy bármi egyéb, tehát ez megint csak segítségre lehet, és hogyha azt ott felejtjük, abból ugye keletkezhetnek problémák, majd ugye később akár egy anyagi kárunk, ez megint csak segít. Tehát ez a nagyon magas, éles hangon fogja felhívni a figyelmünket arra, hogy valami probléma van, tehát időben meg fogja tudni gyakorlatilag tenni az ennek megfelelő jó intézkedéseket. És utána egy bejelentéssel a kollégáid szintén felveszik a versenyt az idővel. Így igaz, kezdődik gyakorlatilag újra előre, és akkor indul szépen a tűzoltóságokon a 2 perc riasztási idő, úgyhogy igyekeznek minél hamarabb majd szépen a ruhába bújni, és akkor a tűzoltófecskendőkkel megkezdeni a vonulást. Az érzékelők kapcsán szoktunk beszélni arról, hogy nem elég csak beszerelni és ugye beszerezni és beszerelni, hanem ezt folyamatosan néha karban is kell tartani, van ezeken ilyen tesztüzem. Igen, ezeknek a beszerzése sem feltétlenül mindig egyértelmű. Erre lehetőség van itt akár az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a honlapján, vagy akár a megyei honlapunkon keresztül ennek utána lehet nézni a keresőbe, hogyha annyit írna be, hogy pozitív lista, akkor kapásból ki fogja adni azoknak a készülékeknek a listáját, ebben most benne vannak a szénmonoxid érzékelők is, valamint a füstérzékelők is. Tehát azokat a készülékeket fogja kilistázni majd ez a táblázat, amelyek már megbízhatóak, már teszteltek, már vizsgázottak, tehát már bizonyítottak korábban, ezekből érdemes válogatni. Nyilván itt a pénztárcánk az, ami valamilyen formában így határokat fog húzni, de olyan hatalmas nagy eltérések nem lesznek, a beszerelésére pedig megint lesznek instrukciók, itt a használt utasítást, ezt minden esetben ugye végig kell olvasni, füstérzékelőre lévén szó, ezeket az adott helység gyakorlatilag mennyezetének a közepére érdemes elhelyezni, és az elemre vonatkozóan, pontosabban a készülék élettartamán vonatkozóan pedig majd lesznek különböző instrukciók. Valamelyik beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet cserélni nem fogunk tudni, még vannak olyan eszközök, amelyek pedig cserélhető elemmel működnek, minden esetben fel fogják hívni a figyelmünket a dobozon vagy a használt utasításon, hogy ez a készülék meddig hivatott vagy szabatott működni. Van még egy témánk a mai műsorban, a hőségriadóhoz szorosan kapcsolódik. Ugye nem csak a szabadtéri tüzek adnak munkát a katasztrófavédelemnek, hanem az autótüzek is. A hőségriadó kapcsán sokszor elhangzik, hogy ne csak senkit, hanem semmit se hagyjunk az autóban. Én most konkrétan a kis kiszerelésű készfertőtlenítőre gondolok, magas alkoholtartalmú, a kocsiban percek alatt ugye akár még árnyékban is 60 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ez nagyon veszélyes. Hát igen, ez egy összetett kérdés, tehát itt ugye parkolóautóknál is bekövetkezhetnek tűzesetek, valamint ugye a mozgó járműnél is természetesen, tehát mind a kettőre volt már példa. Nagyon bagatell, tehát akár egy parkoló gépjármű esetében, hogyha éppen egy rossz helyet választunk, amit előre nyilván nem fogunk tudni megtervezni, hogy hol fog kigyulladni a szemetes ott a közelben, vagy egy hulladéktároló, azt előre senki sem tudja, gyakorlatilag így nem vagyunk jósok, tehát ilyen szinten akkor másik pályára adta volna mindenki a fejét. Tehát ezt is, hogyha szerencséje van az embernek, akkor meg tudja válogatni, és ezettől távol áll, de akár egy másik gépjármű is kigyulladhat a közelben, akkor a száraz avar éppen, és ott valaki pont arra fog egy cigarettát itt a szabadtéri tüze kapcsán eldobni, és pont felette parkolunk, akkor megint csak a járművünk fog gyakorlatilag ennek az áldozatára esni. Tehát vannak a parkoló járművek ilyen tűzesetek, amelyek
előre nem igazán kizárhatóak. Különböző karosszéria munkákat is szoktak végezni otthon, most bízunk benne, hogy ezt mindenki úgy, hogy papírja van erről, és ez gyakorlatilag így a szakmája is egyben, és gondoskodik ugye a különböző hulladékok eltávolításáról, de egy karosszéria munka vagy egy karosszéria lakatolás közben is, akár a kárpit is, az egy hegesztés munka közben azonnal meg rángva tud kapni. Egy szikra is elég, ahogy az elején mondtuk. Oda jutottunk ki, tehát volt már ilyen kár esetek is, ahol gyakorlatilag ilyen gépenővekhez kellett rohanni, és akkor a mozgó jármű, ami ugye így kimaradt, itt is számtalan lehet oka van annak a tűz keletkezésének. Az egyik ilyen, az például akár a motortérből is felcsaphatnak a lángok. Nyilván itt a különböző alkatrészek, az üzemanyag ellátórendszer, hogyha ez megsérül, és vannak olajsárral lerakódott részek az autóban, akkor itt megint csak a szikránál tartunk, ami ugye is plusz a magas gyulladási hőmérséklet szintén, ugye motortérben, pláne nyáron, pláne magas tempóval közlekedve, ez megint csak adott lesz, tehát a benzin az pedig, mint üzemanyag, egy pillanatok alatt lángra fog tudni lobbanni, és meg fog gyújtani ott mindent a környezetében. Vannak még elektromos jellegű tüzek is, itt nyilván egy biztosíték, egy zárlat az, ami a műszerfal körül távozhat majd ez a füst, amit így először érzékelhetünk, és a dohányzás az pedig itt is természetesen sajnos játszik, tehát az utastérben megint csak a kárpitok egy pillanat elég ahhoz, hogy lángra kapjanak, és megint csak megvan a baj. Mi az, amit ilyenkor tenni tudunk, ugye, hogy nem is csak feltétlen megelőzés, de nyilván a dohányzást el tudjuk kerülni, viszont feltétlen biztonságban igyekezzünk a pályatestet elhagyni és félrehúzódni, félreparkolni. És a megelőzése, vagy igazán a káreset felszámolására pedig egy 2 kilós, akár porral oltó, vagy egy habbal oltó megint azok, amelyek segítségünk tudnak lenni. Itt a hősöket senki sem várja el gyakorlatilag az állampolgártól, hogy hősködjön, és ő legyen az, aki ezt a megoldást így gyakorlatilag biztosítsa. De meg lehet tenni, nyilván kellő óvatossággal, például egy motorházban keletkezett tüzesek kapcsán. Itt ugye ezek át is forrosodnak ezek a részek, tehát akár már így égési sérüléseket lehet azonnal. Így van gyakorlatilag összehozni, és itt amikor kinyitjuk ezt a géptetőt, akkor óriási lángok csaphatnak fel a motortérből, akár ezért is veszélyes. Igen, tehát úgy, ahogy beszéltük, hogy itt bizony az égéshez is szükség van gyakorlatilag az oxigénre, ugye mi a levegőben szép mennyiségben előtérfogott százalékban rendelkezésre is áll, tehát azonnal egy szúróláng is akár, vagy egy teljes lángba borulás itt ki tud alakulni a géphesztetőre. Tehát, hogyha fel is tudjuk nyitni még azt a karlantyút, akkor ezt érdemes oldalról és a tűzoltókészüléket bekészítve megkezdeni ezt a procedúrát. Nyilván ez már minimum gyakorlatilag 2 embert jelentene, aki ott a helyszínen van. Ez nagyon fontos, tehát igazán a tűzoltók is nem véletlenül egyébként mindenhová párban járnak, így még van lehetőség a másikon segíteni. Menet közbeni autótüzekhez sok esetben vonulnak a katasztrófavédelem munkatársai? Most egyébként még tavalyi példákat tudok említeni, Pakson volt 2 is, ugye az M6-os autópályán egyébként 2 ilyen eset, ahol menet közben gyulladtak ki ezek a járművek, ott egyébként mind a 2 porig égett, erről majd fényképeket is igyekszek itt továbbítani. A tűzeseteket illetően pedig idén 7 darab ilyen eset volt, amelyet így számlálunk. Mi tavaly gyakorlatilag az adott ebben az időszakban egyébként 13 darab ilyen gépjármű tűzesethez kellett vonulni az egységeknek, úgyhogy előfordulnak úgy ezek is még ebben a kismegyében is viszonylag gyakran. Nem beszélve ugye a közúti közlekedési balesetekről, most ide értve ugye kisebb koccanásokat, árokba csúszásokat, villanyoszlopnak történő ütközéseket. Idén is már 96 ilyen esethez vonulnunk kellett, tehát ez sem kevés. Itt, amit én bárzem a katasztrófavédelemnek az asztala, de amit így el tudom mondani, az minden esetben a biztonsági öv, amit én is csak egyébként így javasolni tudok, hogy mindenki kössön be. Tehát a legutóbb ilyen káreset, ahol én kint voltam személyesen, egyébként a tolnai önkormányzati tűzoltókkal, ott abban a gépjárműben 5 utaztak, akiből gyakorlatilag egyedül a sofőr az, aki bennmaradt az utastérben, mind a többi utas pedig gyakorlatilag kirepült. Tehát itt viszont elkerülhetetlen, hogy egy medence sérülést, egy csigolya törés, bordatörés, ezek benne vannak, ezeket nyilván tudjuk ezeket az ilyen sajnos egészségügyi ártalmakat mérsékelni. Köszönöm szépen az információkat. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A nézőknek a figyelmet köszönjük. A műsor teljes egészében visszanézhető a www.telepaks.hu internetes oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!